Tisztelt elnök asszony, kedves hallgatói! Vallásos hagyomány jelentősége a nép életben. A kérdés nagyon sok további kérdést vet fel. Bálint Sándornak az egyik ezt a témát először nagyobb összefoglaló munkában tárgyaló kutató így fogalmazta meg. A hagyományos kultúrában élő ember teljes társadalmi és mentális világát meghatározta a vallás. Ezt a Magyar Vallásos Néprajz Kődrólai című munkájában, népük ünnepei előszavában írja. Tehát jobban, mint a úgynevezett tanult, polgári, művelt emberek közében, ahol a vallás tényleg a magán ügybe utalódott, és ha nem is tagadja le, de nem dicsekszik veli, nem mutatja ki, mintha a modern társadalom ettől megóvni kényszeríteni. Ez a bizonyára abból is fakad, hogy a vallás itt dolgában nagyon tarkává vált a világ, de az egy téves felfogás, hogy az egyik hit sérti a másikat. A modern ember azért magánéletében érvényesíti a katekizmusba tanult szabályokat, vasárnap elmegy Isten tiszteletre, de különben az életét sem nyilvánosan, sem más formában nem hatja át úgy ez a vallásos hit, mint a hagyományban. Ennek egyéves következménye olyan magát szabadnak és egyéni egységet védő modern társadalmakban már ott tartunk, hogy sértőnek találják a hit jelképeinek a használatát. Gondoljuk, hogy egyre több országban merül föl annak a gondolata, hogy el kell távolítani az iskolákból a feszületeket és így tovább. Ezzel szemben a hagyományos műveltségben, a paraszti kultúrában élő emberek napi munkájukat is meghatározta, ahogy Bálint Sándor is mondta. Család és nagyobb közösségek ünnepeit átáthatja. Vallásos hit, vannak művészi megnyilvánulásai, akár tárgyakban, jelképekben, akár a költészetben, művészetnek a szóval énekelt, elmondott, esetleg mozdulatokban is fölidézett tennivalója. Hiszen a mindennapi életben is a hagyományos társadalmak úgy köszönnek, hogy adjon Isten, Isten bele, dicsértessék. Tehát egyáltalában nincs kirekesztve a mindennapi életünkben. A hagyományos társadalmakban azonban az az emberi megnyilatkozás, a hittel való kapcsolatos megnyilatkozás, az, hogy így mondjam, önellátó. Míg a polgárvilágban és a modern világban a művészetek beszorulnak a szakemberek körébe. Vannak költők, vannak írók, könyveket írnak, színdarabokat, és az ember jegyet vált egy opera előadásra, vagy egy tárlatnak a megtekintésére, ahol hivatásos művészek, színészek, írók, festőművészek, szobrászok végzik el a művészi tevékenységet, teremtik meg azt a világot, amit mi most itt a művészet terén, a hagyományos társadalmakban próbálunk megvizsgálni. Ne feledjük el, hogy a művészet egyik legnagyobb feladata a hagyományos társadalomban az emberi kapcsolatok létesítésének az eszköze. Akár egy faragott ajándékba adott szerelmi ajándék, vagy egy elénekelt népdal, vagy keserves, vagy a balladák, ami elkövetett, vagy elkerült bűnökről szólnak. Kétségtelen, hogy önmagátnak kell ezt elvégeznie, neki kell megteremteni a művészetet, a tárgyat, de ami még ennél is fontosabb, és erről többet is ki lehetne beszélni, a szép alkotásának azt az örömét, amit semmi más nem tud pótolni. Meggyőződésem, hogy csak részben tudja pótolni egy szép kiállítás megtekintése, egy költemény olvasása, mint funkció, mint emberi szükséget nem pótolja azt, hogy nekem kell megalkotni azt a szépet, amivel kifejezem a szeretetet, nekem kell akár tárgyban, akár énekben, cselekedetekben kinyilvánítanom ezt.
Kétségtelen, hogy a néphagyományt vizsgálva, akár a művészetnek a tárgyi emlékeit, mint művészeti alkotásokat, akár a költészetét, észrevesszük, hogy azokban nem minden felel meg a hivatalosan katekizmusban foglalt keresztény hit tételeknek, és felfedezzük, hogy néha talán még ellent is mond ennek. Ez most az utóbbi időben elég nagy feszültséget okozott annak, akik az ősvallás kutatásában, nem akarok neveket mondani, odáig mennek, hogy le kell dobnunk ezt a keresztény vallást, mert ezt rákerültették, nekünk van egy ősi vallásunk, amelyik nem ismert ilyen megkötéseket, és sokkal egészségesebb, stb. De tény az, hogy amit most mi megvizsgálunk a vallásos tárgyi néprajzi jeleiben, motívumaiban, abban sok olyan van, amiről azt lehet mondani, hogy ez nem következik a keresztény vallásból. Ez ne zavarjon minket. Ezt a kérdést ezelőtt már több mint 1500 éve megoldották. Nagyszent Gergely pápa írja, hogy a hittétőnek nem az a feladata, hogy elpusztítsa a pogány isteneknek az oltárait és szent helyeit, hanem keresse meg azokat a vonásait ennek a hitnek, amit meg lehet keresztelni, a kultúrán lehet a keresztény vallásban. Mert hiszen az az Isten, amit az ők imádnak, a pogányok imádnak, az ugyanaz az Isten, csak másképp imádják, mert nincs több Isten. Gondoljunk csak végig, hogy ez 1500 éven keresztül mennyire fontos lett volna megfogadni. Akár a hitújításnál a protestáns katolikus vitái és elítélései, kiátkozásai, mehetünk el, 6. században erre már feleletet kaptuk. Meg kell keresztelni azt. Hiszen maga a gyakorlat is az volt, hogy a régi pogányi ünnepeket megkeresztelték. Hát nem véletlen, hogy karácsony a nap évfordulóhoz került, ami régen is a tisztelettel volt a napistennek, vagy a legfőbb alkotónak, aki ura a természetnek. De most jó úton járunk. Jó úton járunk, amikor ez a szemlélet el akarja űzni magától a kereszténységgel teljesen szemben álló türelmetlenséget és gyűlöletet. Óriási lépés volt, hogy a pápa bocsánatot kért Husz János kivégzéséért, és közösen tud imádkozni most már protestánsokkal, közös tiszteleten. Így kell nekünk is megvizsgálnunk a néprajzi tárgyaknak a szimbólumait, és kétségtelen, hogy valami pogány idézőjelbe, tehát értelme lehet például a hímes tojásoknak szinte egész Európában, de főleg a Kárpát-medencében elterjedt közös motívumainak valószínű, hogy valami jelentése volt, de most egészen más kontextusba került, és tulajdonképpen ki kellene iktatni itt ezt az állandó ős vallás keresést, mert az emberek szíve végén, ahogy ezt már Szent Ágoston megfogalmazta, a legbensejében él az igazság minden vallásban. A népköltészetnek ez az ága, akár a néprajzi tárgyaknak, ennek az ágának a kutatására nagyon későn fordult a tudomány. Nagyon érdekes lenne végig tekinteni, hogyan bővül a múlt kutatása, a néphagyomány kutatása a reformkor óta, ahol kifejezetten azért indul meg a népművészetnek, főleg a népköltészetnek a kutatása, hogy egységesítse az egymástól elszakadt városi, európai kultúrát a hagyományos paraszti világ kultúrájával. És akkor a gyűjtések hogyan bővülnek szinte évszázadról évszázadra, és gondoljuk például már Kodály Zoltánnak a gyűjtésére, hogy vannak olyan műfajok, amik teljesen kimaradtak még az ő gyűjtéséből. Alig érintette például a vallásos néprajznak a költészetét, dallamait, vagy még a munkadalokat, amit aztán Békefi Antal gyűjtött össze, és kötetek számára van még kiadatlan munkadal, amiről egyáltalán nem gyűjtött még a Bartók és Kodály.
ahogy a gyermekek altató talajban, a Bartók, a Kodály gyűjteményben egyetlen van, az is egy kúnytal, és nem egy igazi gyermekalító, mint ahogy ez később kiderült. És ma már látjuk, hogy a gyermekköltészetnek nagyon sok szakrális kapcsolata van ennek is, milyen gazdag tárháza a magyar néphagyomány. Tehát az ősköltészetnek a felfedezése a tárgyi anyagnak is az ekőség formáinak a kutatása még csak megindult. Óriási munkát végzett Erdély Zsuzsanna, amikor erre az apokrif imákra és egész világra rávilágított, és azt az a hatalmas nagy anyagot megkezdte gyűjteni. Még korán sincs fölgyűjtve minden, gondolom. És sok embert megindított, gyűjtőt megindított ebben az irányban. De a úgynevezett szakrális, a túlvilággal kapcsolatos, és így az emberek kapcsolatával, a szeretett kapcsolat fölidézésében számos olyan tárgy van, amit nem kifejezetten diszített, nem diszitárgyal, disztárgyal. Mégis azért jött létre, hogy ezt szolgálja. Sokat tudnék ebből említeni, csak példának hozom, hogy a Baranyamegyi Hetháton gyűjtve találtam egy érdekes, hosszú, keskeny kendőt, hosszú kendőnek is nevezték, aminek egy különös története volt. Azt mondta, a kendő lakáskor a nász nagy ezzel kötötte össze a jegyesek kezét. Hogy ez mikor, hogyan alakulhatott ki? Erről is csak találgatások lehet, hogy azért a licenciátusok, a papokat helyettesítették a török hódoltság területén, a stólát utánozták ezzel a kendővel, vagy még régebbi dologról van itt szó. A lényeg az, hogy ezt minden félrevenendő lány megszűnte, de csak erre a szélre. Elkezdtem nyomozni, hova lettek ezek a kendők. Ez a kendőt eltették. És hogyha ezzel összekötött jegyespár megházasodott, és esetleg jegyespár meghalt, akkor ketté hasították, és ezt tették rá arra a keresztre, amivel kikísérték az elhaltatott a temető. Eredetileg erre is több adat volt, hogy ráakasztották ezt a kendőt a keresztre. De mivel ezt ellophatták, meggyalázhatták, horvátoknál fölhasogatták. Itt pedig a hegyháton és a Baranya a többi részén, amikor nyomoztak utána, odaadták a papnak vagy a kántornak. Egy-egy kántornak több tucat ilyen szép, szőtt kendője. Nem volt rajta semmi szakrális jel, csíkokkal díszített szép, hosszú kendő. De el kellett készíteni. El kellett készíteni, mint ahogy a férjhez menendő lány kelengyéjében megszőtte ormánságban, a Szigetvidéken azt a terítőt, amelyik majd halálakor, vagy társa halálakor az asztalra kerül, és mikor belép a pap, arra helyezi rá a Bibliát, vagy a Szenttervizet, a protestáns katolikus. Meg kellett szőnnie azt a kendőt, amivel letakarták a tükröt. És egy gyöngyfai halottas csomagban, mert ez külön volt a többi a kelengébe készített szőttesektől, találtam négy kicsi kendőt. Kérdeztem, ezek mit jelentenek, miért készültek? Hát ezeket teszik a vállukra, a halott vívők, mikor Szent Mihály lován kiviszik a halottat a temetőt. Maga a tárgy nem árulkodik arról, hogy ez egy szakrális tárgy. De ha a történetét megvizsgálom, akkor látom, hogy ez nagyon fontos. És hogy így van, transzcendens dimenziója is van. Vagy itt vannak a hímes tojások. Említettem, hogy azoknak a hímintája nagyon sok esetben próbálják ősi, talán még a kőkorra, vagy a neolitikumra visszamenő motívumokkal összehozni. Mégis az igazán akkor ismerem meg ezt a tojást, ha azt nézem, hogy miért csinálják, mit csinálnak vele, vagyis maga a tárgy még nem mond el sokat, ahhoz hozzá kell tenni azt, hogy miért, hogyan csinálták, mire használták, mi volt a jelentősége. Csak egy példaként hadd mondjam ezt, egészen röviden meghímezte a kis kezével az a 14-15 éves leány, tehát mikor még nem került az
vallás sorába, és ezzel húsvét utáni első vasárnap fölkérte a barátnői közül azt a barátnőjét, akit majd, ha ő férhez megy és gyermeket szül, el fogja látni a koma tálával, a koma csomaggal az ő gyermekágyas korszakát. Miért? Hogy foglalkozhasson a gyerekkel. Vagyis lényegében, ha lecsupasítjuk a végső értelmére, azzal, hogy megfestette ezt a tojást, lehetővé tette azt, hogy amikor neki gyermeke születik, semmi más gondja nem lesz, csak a gyermek. Nem kell főzni az férjére, a többi gyerekre, mert hiszen mindent ellát a mátkája, ő csak az gyermekeit ölelheti, csókolhatja. Mert a szeretet az nem egyszerűen érzelem, az a szeretetet ki kell fejezni. Akár egy tárgyal, akár egy öleléssel, akár egy dudolással, akár egy dallal, anélkül nem valósul meg a szeretet, ami szükséglet. És itt már itt vagyunk, ez már majdnem transzcendens szükséglet, hogy hogyan elégítem én ezt ki, hogyan tudom kielégíteni, és erre épül az egész. Mátkázó vasárnapnak írták még sok kalendáriumban a húsvét utáni első vasárnapot, amit a hivatalos katolikus naptár, ugye a fehér ruhák letételének vasárnapja. Másképpen fehér vasárnap. Mert régen még azt a ruhát is ott a keresztgyermek, mert Mátka társának a gyermeke lett az ő keresztlánya, keresztfia. Az ő a keresztelésére a ruhát neki kellett megszülni. Ez elmaradt, hiszen most már nem felnőtt vagy ifjú keresztelése vannak, hanem szinte a szülés után egy pár hét alatt megtörténik a keresztelés. Ott is jelképesen ráfektetik a keresztelendőre azt a kis fehér ingecskét, ami csak szimbólum. Egyedül Mezőkövesd és környékén maradt meg az, hogy amikor első neme szerinti ruhát veszi föl a keresztgyermek, azt a keresztanyának kell kihímezni. Ez a keresztelői ruha, aminek gyönyörű hímzéseit ismerik a néprajzi múzeumból. És akkor még tovább, ennek a hagyományos díszekkel ellátott tojásnak az is a feladata, hogy a keresztgyerek a keresztanyjával tartsa a kapcsolatot. Minden húsvétkor, például Várraján, ünnepélyesen a templom előtt a Magyar Dombon adta át a keresztanya a keresztgyerekeinek a tojásaikat, amit ő hímzett és készített, ezzel jelezze, hogy gondoskodik róla. Bálint Sándor írja, hogy mikor a kislány fölnő és már eladósorba kerül, el kell menjen egy búcsújáróhelyre. Ki megy el vele? A keresztanyja. És ha nincs keresztanyja, már meghalt, vagy nem bírja azt a többnapos utat, akkor úton kell választania egy keresztanyját, aki megmosgatja, ott ő a mosgatási keresztanya. És akkor ő akkor hímes tojásokkal kifejezi ezt húsvétkor, és ő lesz a férhez menő lánynál, a nyoszoló asszony, a legelső tisztségviselő a lakodalomnak, és ő felel a házasodóknak a szüzességéért. Ez még benne van, amikor elhatározzák a anyakönyvek vezetését, hogy oda kell írni a keresztanya nevét, és hogy kifelelős a gyermek erősségére. Mindezek lassan elfelejtődnek, megmaradnak viszont ilyen darabok, ilyen kendők és hímes tojások, ami mögött ez az egész világnak ki kell tárulkozni, hogy megismerjük és értékeljük azt a darabot, amit most mint művészeti tárgyat figyeljük. Tehát hozzá tartoznak mindezek. És a maga a készítésnek is, ma már nem tudjuk pontosan rekonstruálni, milyen belső rituália van, hogy így mondja. A Szakcsi-hegynek a présházait, pincéit fölmérése közben találkoztam egy kereszttel, amin rajta van Krisztus teste is, amin látszott, hogy ez nem régen készült. Ez az 1950-es évek végén, 60-as évek elején. Elkezdtem nyomozni. Honnan került ez ide? Tehát ez egy friss kereszt. A hegyben találtak közül többet megkérdeztem, azt a felvilágosítást kaptam, hogy nem tudják, hogy ki volt az, idejött, és azt mondta, ha ő szállást kaphatna egy kis
Présházban, és valahogy élelmérjéről is gondoskodnak, ő itt fölállítana egy keresztet. És azt a hegyben lakók megegyeztek abban, hozták neki, beosztották, hogy melyik nap kihozza az ebédet. Elkészült egy gyönyörű faragott Krisztus testtel a kereszt, és aki csinálta, eltűnt. Nem tudjuk, hova lett. Maga a csinálás lehetett itt valami fogadalom. A Nyílő Józsefnek a Jézus faragó ember című munkája jut eszembe. És vannak még olyan területei ennek a szakrális tárgyi néprajznak, amit egyáltalában még nem jutottak el az összefoglalásig. Éppen most beszéltünk arról, hogy sok helyen folytak kutatások a úgynevezett fejfák vagy kopjafák ügyében. Zentai János barátom, aki most már lassan 40 éve, hogy meghalt, rengeteget fényképezett Dél-Dunántúlon, és sokszor beszélgettük arról, hogy egy összefoglaló mintáz és könyvet akar kiadni belőle. Meghalt, ott van a múzeumban az ő fényképgyűjteménye. De annak is találtam emlékét, hogy kinek kellett ugyan megfogni, hogy mivel festették be Lükő Gáborhoz be arra példákat, hogy azt egy festékanyaggal úgy kelték be, hogy egy torra levágott állatnak a vérével keverték. Persze most jönnek ezek a pogány hitekre való utalás, hogy a vérrel megkent ősfákat, a obiúgoknál, stb. Hozzák ezzel kapcsolatban. Nem érdekes. A lényeg az, ugyanaz a transzendencia, ugyanaz az Isten áll ezek mögött. Aztán ott vannak a búcsújáró helyeknek az offere. Teljesen elhanyagolt terület. Búcsújárás az hozzátartozott a régi népülethez. Látjuk Bálint Sándor könyvében olvassuk, hogy szinte megkövetelték, aki férjedben lenni a lányot, az egyszer el kellett menjen Radnára. És akinek valami nagy bánata volt, vagy bűne volt, vagy valami hiányzott neki, vagy valamilyen fájt, az is fogadalmat tett, és elment a búcsújáró helyre, és egy kis apró tárgyat helyezett el. Például a lábafájt egy viaszból készült egy kis lábat helyezett oda. Néha olóból öntötték. És akkor ezeket az apró tárgyak, ezeket az offereknek nevezhetnénk, ezek néha garmadával feküdtek egy-egy búcsújáró helyen, és a búcsújáró helyet gondozó szerzetes, a pap időként ezt összeszedte, beolvasztotta, és egy templomi gyertyák lettek belőle. De ezek mind megformált jelképek voltak, akinek szembetegség volt, két szemet tett le, akinek a keze fájt, akinek a tehene beteg volt, egy kis tehenecskét formált is tett oda le. Nem foglalkoztunk még vele igazán, hogy hogyan és mindent, honnan vették ezeket a mintákat. De egész Európában elterjedt ez a szokás. Egy osztrák munkában találtam Mária Celi, ilyen offerekről egy kis visszaállítás, de nálunk még nem tört. Szóval azt mondom, az úgynevezett rabi munkák, néhány múzeumban találtam rá, amikor egy szűk nyakú palackban bent Kálvária és egyéb jeleneteket állítottak össze, hogy hogyan? Szinte hihetetlen. Hogy lehetett az, hogy szűk nyakon keresztül ott felépíteni egy Kálváriát keresztel is, és más alakokkal. Úgy mondták, ezek rabi munkák. Tényleg rabok készítették? Nem tudom. De ott van egy anya, amit kutatgatok. Mint ahogy vannak aztán, hogy így mondjam, már hivatásos művészek bevonásával készített tárgyak, aminek a kutatásában most lesz valószínűleg itt egy előadás is, legalább címmel ítélve, hogy hát azért hivatásos kőfaragók csinálták a Dél-Dunántúlon elterjedt, de egész országban elterjedt szent szobrokat, Szent Vendel, Szent Flórián, Nepomuki Szent János. Igen ám, csak vannak vidékek, ahol évenként ezeket befestik. Hogyan festik? Miért festik? Kinek a gondja ez? Pedig azok ott álltak, és ott voltak a hidak mellett, ott voltak a keresztutakon, ott voltak a néha falu mellett, a dűlőkön, vagy magában a templom mellett is. Ennek is egy óriási, hogy így már háttere van, amit nem ismer. Vagy keramikusoknál
ott már kevésbé találjuk, de ott is találunk olyan tárgyakat, amik a kutatásával még adósak vagyunk. Katolikus vidéken a szentelt víztartó, amelyik ott volt hagyományosan a ajtófélfát, hogy ki bejárók, abba bemertották a lújukat. És egy bogyiszolta látta mellette egy kis fonára fölkötve egy száraz fücsúmót. És akkor beléptem, az öreg asszony oda sietett, letört abból egy kis darabot, összemorzsolta és ráfújta. Vagyis a belépő ember megszentelődik, és mintha megtömjelőződik egy ilyen régi földes lakásban, amiben ugye a több generációnak a gyerekvizeletét befogadta már a föld, ott azért nem volt jó szag. De a belépő, azt meg kell szentelni, és ezzel az illattal egy kicsit el kell mulasztani a rossz benyomásait ebben a szűk oduba, ha belépett. És így folytathatnám tovább, hogy mennyi területe van még az úgynevezett szakrális néprajznak, amit nem elég magát a tárgyat vizsgálunk, hanem az egész történetét és szerepét abban a népéletben, amiben nagyon fontos, elengedhetetlen részt jelentett a boldogsághoz, a szeretet kifejezéséhez és a készülethez, mi földi élet után van egy másik is. Köszönöm szépen!